Az igazi fák sosem horkolnak. Az elhagyatott réten szerdánként van a bujócskázás világnapja. Persze csak azokon a szerdákon, amikor mindenkinek van kedve hozzá. Na, ez pont egy ilyen szerda. 10-ig számolok, aztán megkereslek benneteket, mondta a többieknek Valér, mert éppen ő volt a hunyó. Zödön, Titusz, Pofánka, Hilda, Fityirc, meg... Béla bá gyorsan elindult hát búvóhelyet keresni. Egy! Zödön gyorsan eltűnt egy foltos lepénybokor rejtekében. Titusz a sárga mészköpő fűben keresett menedéket. Kettő! Pofánka bemászott egy nagy réti zselé cserje mögé, Hilda megpróbált olyan lenni, mint egy vadpadlizsán. Három! Fityirc pedig a csőlakó kavics kukacok között igyekezett észrevétlenné válni. Négy! Már csak szegény Béla bá állt tanácstalanul az elhagyatott réten. Hová bújjak, hová bújjak? Tépelődött magában. Öt! Szerinted mihez hasonlítok a legjobban? Kérdezte egy arra szögdécselő lábos csigától. Hát, lássuk csak. Leginkább talán egy öreg kiszáradt fára emlékeztetsz. Valami kedvesebb is eszedbe juthatott volna. Sóhajtott Béla bá. De azért köszönöm a segítséget. Hat! A csiga elhúzott egy dúsan termő mezei csipeszbokor felé. Béla bá pedig gondolkodni kezdett, mit csináljon, hogy tényleg úgy nézzen ki, mint egy öreg fa. Három ötlete támadt. Rövid töprengés után a másodikat választotta közülük. Keresett is gyorsan egy megfelelő ligetet. Ha ügyes leszek, így biztos nem talál meg Valér, gondolta. Aztán megpróbált úgy csinálni, mintha egy volna az árnyas kis liget fái közül. Hét! Nyolc! Nem bírom a szerdákat. Szétmegy a fejem átől a hangzavartól. 9 és 10. Fejezte be Valér gyorsan a számolást, mert nem szívesen vitatkozott varázsgombákkal. Aki bújt, aki nem, megyek! Borzasztó! Először Pofánkát találta meg, aztán Zödön, majd Titusz, és Hilda. Legutoljára pedig Fityircet. Csak Béla bá nem volt sehol. Elég fárasztó dolog fának lenni, gondolta közben Béla bá ligetben, mert már is kezdtek elzsibbadni a karjai. Nagyot ásított, aztán váratlanul álomba merült. Álmában igazi fa volt. Mindenfelé friss levelek zöldeltek rajta. Az odujában egy vicsormókus lakott, ágai között pedig egy öreg borosta pók szövögette hálóját. Göcsörtös gyökerei alatt egy szőrmók vakarc, ráncos kérgén pedig néhány recskeszú, más néven pohos résbogár vert tanyát. Úgy érezte magát, mintha egy nagy ház lenne, sok boldog lakóval. Amikor túl meleg volt, árnyékot adott lakóinak. Ha meg éppen esett az eső, lombja alatt keresett menedéket az elhagyatott rét sok-sok lakója. Egy napon aztán egy kék tollú nyihánc költözött a lombjában megbúvó fészekbe. Megvagy! Milyen kár! Mondta álmos hangon Béla bá. Már éppen kezdtem elhinni, hogy igazi fa vagyok. Igen ám, csak hogy az igazi fák sosem horkolnak. Tőled meg visszhangzott az egész elhagyatott rét.
Hazafelé menet Béla bá elmesélte a többieknek a vicsormókust, a borostapókot, a szőrmókvakarcot, a recskeszúkat, meg a kék tollú nyiháncot is. Lehet, hogy álmunkban sokkal érdekesebb volna bujócskázni, mondta Valér. De jó, akkor én igazi vadpadlizsán lehetnék, ábrándozott Hilda. Szerintem rögtön ki is próbálhatnánk. Ásított Zödön. Elég fáradtak voltak, így ezzel az ötlettel mindenki egyetértett. Le is heveredtek mind a finom napsütötte fűbe. Ki lesz a hunyó? Kérdezte Pofánka. Aki legelőször elalszik, mondta Titus, azzal lehunyta a szemét. A többiek sietve követték a példáját. Talán mondanom sem kell, kisvártatva az összes kufli édes deden aludt. Aztán már csak a nap bujócskázott odafent a felhők között. Eltűnt, felbukkant, eltűnt, felbukkant, újra és újra, még a bujócskázás világnapja egyszer csak véget nem ért. Vajon ha egy fa álmodja azt, hogy ő egy kufli, akkor sem horkol? Brumi óriás lesz. Langyos tavaszi reggel volt. Ha bárki azt gondolná, hogy a kuflik, közismert szokásuk szerint, tétlenül heverésztek kupacok tetején, az téved. Nem heverésztek, hanem ácsorogtak. Úgy tetszett, várnak valakit. Igazából kire is várunk? Pofánkára. Ez a történet vele kezdődik. Figyeld, mindjárt megérkezik a következő jelenetben. Nézzétek, mit találtam! Kiáltotta már messziről Pofánka. Ez meg micsoda? Nem tudom, de olyan cuki! Ezerszer megbeszéltük, hogy nincs cukizás az elhagyatott réten. Bocs, elfelejtettem. Nem tudjátok, mi lehet ez? Egy eltévedt növendékprém kukac? Egy törpe borz téli bundában. Inkább egy sörényes bolhanyú lesz. De dehogy is! Ez nem más, mint egy torkos medvegyik. Tényleg, egy medvegyik, mi más? De miért torkos? Mert híresen jó az étvágya. Gyátszuk, illetve aranyos, megtartom. Nem jó ötlet, a medvegyik tényleg nagyon falánk állat. De akkor is. Toppantott Pofánka. A te dolgod, hagyta rá Hilda. Nem szólhatunk bele. Brumi lesz a neve. Jaj! Mi a fene ez? Az éhes medvegyik jaj beszékelése. Nem fogjátok elhinni. Brumi megette az összes vadmarcipánomat, és még mindig éhes. Elviszem legelni a rétre. Mintha nagyobb lenne ez az izé, mint reggel volt. A körök medvegyinkok rendkívül gyorsan nőnek. Annyira édes! Pofánka csak alkonyatkor került elő. Képzeljétek! Brumi először vadsóskát evett, aztán vadrépát és vadzabot, utána vadkruplit, meg egy csomó vadalmát, végül még egy halom vadmarcipánt is. Nekünk azért maradt valami. Hát, nem sok. Beesteledett. A kuflik épp pöckölös bolhapólót játszottak a kupac tövében, amikor ismét felbukkant Pofánka. Van egy kis bal! Brumi megnőtt! Nem félek tőle el az üregemben. Alhatnék ma éjszaka valamelyik ötöknél? Nálam elférsz. Holnap építek Bruminak egy ólat! Másnap reggel kiáltozásra ébredt az elhagyatott rét. Rabló, valaki ellopta a reggelimet. Nekem is. Meg nekem is. Én pedig aludni nem tudtam ettől a rémes nyammogást. Mi történt veled, Brumi? Brumi óriás lett. Ez így nem mehet tovább! Tennünk kell valamit! Gyorsan elővették zsebállat határozóikat. A medvegyik kedvence a ragyás banánfüge.
Ragyásban elfüggő bokrokat arrafelé találtok. Na jó, de hogy vigyük oda Brumit? Felsük ki Zödönt óriás banánfügének, vele talán el tudjuk oda csalogatni. Aztán ott hagyjuk. Biztos nincs más megoldás? Fú, én is pontosan ezt akartam kérdezni. Barátaik szomorúan rázták a fejüket. Pofánka fájó szívvel odaadta nekik a féltve őrzött temperafesték készletét. Micsoda hasonlóság? Zödön nem igazán örült a dicséretnek. Kezdj el sétálni a kupac körül, amikor Brumi észrevesz, szögdítselj a bokrok felé. Zödön megpróbált úgy tenni, mint egy sétáló ragyás banánfüge. Elindult a banánbokrok felé, Brumi a nyomában, a kufliknek követték őket. Szerencsére túl kövér, hogy utolérje. Amikor a bokrokhoz értek, Zödön elbújt, Brumi meg rávetette magát a gyümölcsökre. Gyorsan, lépjük le! Nem lesz szomorú, amikor észreveszi? Őt egyedül a hasa érdekli. Pofánka nagyot sóhajtott, aztán a többiek után osolt. Ez izgalmas volt? Biztos nem fog visszajönni. A medvegyikok mindenre csak egyik evéstől a másikig emlékeznek. Nekem azért hiányozni fog. Majd találsz magadnak másik kedvencet. Valami egészen kicsit, ami keveset eszik. Akkor az nem Zödön lesz? Ezt most megbánod. Kiáltott a Zödön, és kergetni kezdte Fityércet a kupac tetején. A többiek nevetve nézték. Ettől Pofánka is jobb kedvre derült. Eszébe jutott, hogy Brumi mindenkinek megette a reggelét. Arra gondolt, hogy majd szerez nekik valami más ennivalót. Szerinted jó vége lett ennek a történetnek? Nem tudom, én csak most érkeztem. Egyenesen arra van a film vége. Na, könnyű azt mondani. Világ első kufli zenekara. Csodaszép, koranyári reggel volt. Könnyű szél susogott a frissen zöldült fűben. Madarak csirpegtek a bokrok ágain, bogarak zözögtek a levegőben. Csigák szuszogtak, ürgék hümmögtek, cickányok ciccegtek, vakondokok hahotáztak, petymegek daloltak, kétfejű lepkehalak jódlisztak mindenfelé. A távolban, meg mintha egy zebra pinty köszörülte volna a torkát, bár lehet, hogy az valaki más volt. Mennyire jó kedve van ma mindenkinek, mintha egy nagy, boldog kórus dalolna a réten. Szépen mondod, Pofánka! Biccentet elismerően Titusz. Kár, hogy mi nem tudunk se csirpegni, se zözögni, se ciccegni, se semmi effélét. Nyávogni azért megpróbálhatnál. Dugta ki a fejét lakó üregéből Zödön. De vissza is bújt, mert Titusz azonnal hozzávágott egy nagyobb bacska kavicsot. Hé, én nem kavics vagyok, hanem egy pacok. És ha énekelnénk? Te könnyen beszélsz, Hilda. Neked szép hangod van. De ha én próbálom meg, attól leszakad az én. A rétlakok pedig menekülőre fogják. Hát igen! Mi kuflik általában nem az ének hangukról vagyunk híresek. De hangot adni másként is lehet. Olyan mindenféle... Ízékkel is. A hangszerekre gondol? De nekünk nincs semmi ilyesmink. Ha csak az ajtócsengőn nem számít hangszernek. Szerintem akármi jó lehet hangszernek.
ez az. Nézzünk szét a réten, és mindenki keressen magának valamit, amivel érdekes zajt lehet csapni. Zseniális ötlet! Indulás! Régi szokásuk szerint minden kufli más irányba indult. Ezt én nem értem. Fogalmam sincs, hogy melyik zaj számít érdekesnek. Dünnyögte Zödön, de azért ő is a többiek után szögdécselt. Közben pittyegtek a pintyek, zsurmékoltak a zsurlók, bömböltek a bölömbikák, nyíttak a nyüvek, vinnyogtak a virágok, csirpogtak a csirkék, és cingtek a cingárok szerte a réten. És akkor a következők történtek. Hilda talált a fűben egy körömreszelőt. Majd megpengette a körmével. Titus elugrált egy kidőlt ding-dong-fa mellett. Hoppá! És megkopogtatta az oldalát. Bélabá épp a szélfúta kalapját kergette, amikor megbotlott egy rozsdás biciklikerékben. Locsa! Dünnyögte, és végighúzta botját a küllőkön. Valér a derékig érő tyúknyák fűben szögdécselve nekiment valaminek. Na, egy valami! Pofánka dudorászva ugrándozott egy ligeten át, amikor meglátta egy kattogógyík levedlet bőrét. Fúj, de undi! Zödön egy kövecses lapájon kóborolva. Jé, ez micsoda? Hát nem is tudom. Két jókora likacskőre lett figyelmes. Ezeknek vajon érdekes hangjuk van? Tűnődött magában. Nem tudom, de azért hazaviszem őket. Mi ez a lény? Egy személytelen. És Fityirc, hát ő egyelőre csak téblábolt erre-arra. Mikor a többiek hazaértek, kirakták a kupac tetejére szerzeményeiket. Na, Barzos, igen! Ahogy nézem, ti lesztek a világ legfurább zenekara. De ekkor megérkezett Fityirc üres kézzel. Te nem találtál semmit? De hogy nem? Megtanultam ott utánozni a zsákfejű béka délelőtti ummogását. Tartsunk egy próbát! Javasolta Titus. Azt mondom, egy, két, há? Mire mindenki kezdjen zajongani a hangszerével. Egy, két, há! Kiáltotta Titus, mire az összes kufli lármázni kezdett a hangszerével. Olyan hangzavar támadt, amilyet még soha nem hallott az elhagyatott rét. A zajra mindenki odagyűlt, aki csak élt és mozgott a környéken. Ez meg mit oda? Kérdezte az egyikük. Ez nem más, mint a csak hamar világhírű Kuflikupac kisegyüttes meglepetés koncertje. Nekem bejött? Játszanátok még? Kérdezte egy siketfajd. Szívesen, de örülnénk, ha ti is velünk zenélnétek. Jó! Egy, két, á! Vezényelték már harmadszor Titus, mire az összes jelenlévő belekezdett. Amiben csak tud. El is határozták, hogy azonnal csinálnak egy zenés felvonulást, keresztül az elhagyatott réten. A kuflik és a rétlakók hangja, mint egy vidám nap emléke, még jó sokáig ott lebegett, az alkonyodó rét fele. Na végre már, hogy elmentek! Mi újság, kuflik? Akkora tél volt, hogy csak na! Amerre a szem ellátott, minden fehér volt, mintha csak egy óriási habszifon durrant volna ki az elhagyatott rét közepén. Mennyire kihalt ilyenkor ez a vidék? Sóhajtott a pofánka. Így van! Bólogatott Bélabá. Az állatok egy része téli álmot alszik, egy másik részük viszont ébren van, de közülük egyesek, mint a hópaglyok,
hócsigák, hógiliszták, hómenyétek. Nem látszanak, mert ők maguk is fehérek, mint a hó. És a többiek? Kérdezte Valér. Bebújtak az odójukba, vagy elutaztak melegebb vidékre. Én inkább a téli álmot választanám, mint az utazást. Dörmögte Zödön. Pedig utazni sem rossz. Persze nem volt ilyen időben. Az unatkozásnál bármi jobb. Ász! Jegyezte meg Titus, és kifújta az orrát. Nincs kedvetek játszani valami? Kedvünk volna, de mi legyen az? Mi lenne, ha hógolyóznánk? Kérdezte Hilda. Az olyan régi módi dolog. Rázta a fejét Pofánka. Inkább rendezzünk jégcsapgyűjtő versenyt. A kedvenc téli szórakozásom, kurjantott lelkesen Titus. Akkor már is induljunk. Régi szokásuk szerint minden kufli más irányba indult. Gyerekek! Csak szólok, hogy arrozott elindultok itthonról, mindig történik veletek valami kellemátlásség. Megfigyeltem, még igaz van. Bólintott a Fatuskó. Örökösen akad valami gond. Tisztára, mint valami kitalált történetben. Érdekes, ez eddig fel sem tűnt. Ingatta a fejét Béla bá. Akkor szerinted inkább maradjunk itthon? Nézett a Fatuskóra Fityész. Hát csak azt mondom, jobb az óvatosság. Emlékezzetek csak, amikor Béla bá a felfordulós kulcsot találta, vagy amikor átévettetek a hóban, ugye bár? Vagy amikor Hilda felpróbált egy varázsgomba kalapot? Arra nem emlékezhetnek. Bökte meg Hilda a Fatuskót. De hát, ha állandóan itthon ülnénk, sosem történne velünk semmi, mondta Titus. Az miért volna baj? Mert unalmas lenne. Ez egészen biztos? Kérdezte Fityérc. Mit szólnátok, ha kipróbálnánk? Maradjunk itthon, és nézzük meg, mi történik, amikor nem történik semmi. Elvégre pont ráérünk. Hát jó. Szólj, amikor kezdhetjük. Nem tudom, mi legyen a jel? Szerintem mondjad azt, hogy cickáj cucc. Az elég vicces lenne. Dugta ki ekkor a fejét odujából a mohamanyi. Rendben, mondta Fityérc. Cicc, kágy, cucc. Rikoltott a teli torokból Fityérc. Most mit kellene csinálni? Semmit. Épp ez a lényeg, mondta neki Hilda. És így is lett. A kuflik nem csináltak semmit. Ász! És még mindig semmi. Így telt múlt az idő. Mennyivel fárasztóbb szánt szándékkal nem csinálni semmit, mint csak úgy. Igazad volt. Ez tényleg unalmas. Elálmosodtam. Ásított nagyot Hilda. Ha nem történik semmi, akkor ráadásul nem lesz rólunk semmi mesélni való. Miért? Ki szokott rólunk mesélni? Nem tudom, de ha valaki megkérdezné, hogy mi újság, kuflik, akkor nem tudnánk semmit sem mondani neki. Az elég nagy baj volna. Olyan lenne, mintha nem is volnánk itt. Láthatatlanok lennénk, mint fehér teve a hóban. Akkor hát gyorsan csináljunk valamit. Mondjuk keressünk jégcsapokat, ahogy eredetileg terveztük. Azonnal induljunk! Azzal nagy vidáman mind elindultak lefelé a kupacról. Gyereke, vigyázzatok magatokra! Ne félj, hamarosan visszajövünk. És akkor majd megkérdezem tőletek, hogy mi újság kuflik, jó? De a kuflik ezt már nem hallották.
Leértek a kupac aljába, aztán eltűntek a hóval borított réten arrafelé, amerre jégcsapokat csörget a bokrok kopasz ágain a szél. A kuflik és a vadonatúj évszak. Hét ágra sütött a nap, meleg szél fújdogált a réten, sárga szőrdarazsak repkedtek a kábán hajlongó virágok felett. Ám hirtelen beborult, és valami nem is hideg, nem is meleg húzat kócolta össze a füveket. Majd megint kisütött a nap. Különös, nézett körül Titusz. Nem is tudom, mihez hasonlít ez az idő. Őszhöz nem, az biztos, mondta Hilda. Akkor mi lehet ez? Dörmögte Zödön, miközben egy kis esőfelhőt bámult. Lehet, hogy valami összekeveredett, és tavasz jött ősz helyett? Tűnődött Fityérc. A tavasz egészen más! Olyankor mindenfelé pöszlegyek zönögnek, és a fűben kéken bimbózik a réti halbajusz. Most meg hólepkék keringennek a levegőben, mint telente! Jegyezte meg Béla bá. De ez mégsem tél! Mondta Pofánka, aki most szögdécselt oda hozzájuk Valérral. Nincsen hideg, és termés sem pirosnik a jóbogyó bokrokon. Ha nem hasonlít egyik évszakra sem, mi lehet ez? Talán a varázsgombák kavartak valamit? Kérdezzük meg őket! Mivel jobb ötlete senkinek sem volt, elindultak. Micsoda időjárás! Napszemüvegben indultam el otthonról, de téli kabátban kellett volna. A csigák nem is hordanak téli kabátot! Ez előítélet! Szabad csigák vagyunk egy szabad réten! Azt hordunk, amit csak akarunk! Biztos, hogy nem stimmel valami? Ingatta a fejét Béla bá. A kuflik oda is értek a rét közepére. Sétálunk, sétálunk, egy kis dobra lecsücsülünk. Kiáltotta oda nekik viccelődve az egyik varázsgomba. Valahogy úgy. Elindultunk, hogy megtudjuk, mitől annyira furcsa az idő. Ilyen össze-vissza. Nem össze-vissza. Pont olyan, amilyen. Ja. Se nem ősz, se nem tél, se nem tavasz, se nem nyár. Ez egy másféle évszak. Ezt meg hogy érted? Szerintetek milyen nap van ma? Boldog körülbelül edike? Nem, egy kettedike van. Hetztember egy kettedike. Ilyen csak minden rengetegedikében egyszer fordul elő. Edike lesen tudnak róla. Mondta a gomba. Na jó, de ilyenkor mi történik? Mármint hetztember 1-2-én. Nézd körül, beköszönt egy vadonatú évszak. És hogy hívják? Mivel csak fél napig tart, még senkinek sem volt ideje nevet adni neki. Mi ráérünk az ilyesmire? Erről meg kell kérdezni az összes rétlakót. Az ilyet úgy hívják, hogy közlényemény kutatás. A kuflik szétszélettek és körbeszögdécselték a rétet. Megkérdeztek minden egylábú, soklábú, szárnyas, szárnyatlan, szőrös, tüskés, vagy épp pikkelyes rétlakót, akivel csak találkoztak. Már is visszatértek a rét közepére. Gyorsok vagytok! Biccentett elismerően a gomba. Halljuk a neveket! Mi leszünk a zsűri? A legjobbat fogjuk kiválasztani. Lássuk csak! Fülőc, zsemlegy, trufap, mokanc, cseptember. Nyavac, zérmő, flamankotuác, nick, langyofagyolán. Szucsok, bősz, tapacska, zokni, furcsár.
Logyont, tévszak, oklománt, fűn, nyemuné, pof! Saluán, fondort, nyumocs, brömb, dobókocka! Mit jön? Big Vince? Sok Robert, porcukmány, flimf, és valami, amit nem tudok elolvasni, sajnos. Én elfelejtettem, mi volt a kérdés. Dünnyögte zavartan Zödön. A zsűri nehéz helyzetben van. Egyik név jobb, mint a másik meg jobb, mint az egyik. Én tudom a megoldást. Mindenki hívja úgy ezt az évszakot, ahogy neki tetszik. Zseniális ötlet! Ez a zsűri dolgát is megkönnyíti. Bár attól tartok, a félnapos évszak már véget is ért. De kár! Épp eldöntöttem, hogy én Szörcsöndnek fogom hívni. Majd a legközelebbi, rengetegedik évben. Oda se neki! Legalább rohangáltunk egy jót! Amit akár folytathatnánk is! Így is lett. A kuflik elköszöntek a varázsgombáktól, aztán elszögdécseltek valahová ebben a teljesen átlagos hétköznapi őszben. Hát jól átvágtam őket. Így is ilyen évszak. A kuflik és a furcsa árnyék. Az első szép tavaszi nap volt abban az évben. Végre kisütött a nap. Valér éppen kidugta az orrát az üregéből, és rögtön megpillantotta Fityércet. Elvesztettél valamit? Árnyékomat nézegetem. Valahogy olyan furcsa, mintha nem az enyém lenne. Biztos felismerném, ha például Tituszé volna, vagy a tiéd. Én árnyékom megvan. Az enyém is, rikkantotta Titusz. Minden este ellenőrizni szoktam, hogy ott van-e a helyén. Bölcstalak! Bármilyen furcsa, de olykor az árnyékok is elkallódhatnak. De akkor ez ki lehet? És vajon hol lehet az enyém? A többiek a vállukat vonogatták. Nem lehet, hogy ez mégis a tiéd, csak valamiért megváltozott az alakja. Szólalt meg ekkor a hátuk mögött Zödön. Nem lehetetlen. Néha az én árnyékom is megváltozik. Időnként hosszúra nyúlik, máskor meg egészen összemegy. Az enyém is szokott ilyet csinálni. Ez természetes. Az árnyékok jó kedvükben megnyúlnak, rossz kedvükben viszont összezsugorodnak. Ez biztos így van. Kérdezte Hilda, aki épp most érkezett meg pofánkával orbogyó szedésből. Majdnem biztos. Bólintott Béla bá. De az én árnyékom se nem túl hosszú, se nem túl rövid. Inkább olyan furcsa. Ez az. Keressük meg doktor Furcsát. A zsibbadások és bizsergések szakértője biztos ért az elfurcsult árnyékokhoz is. Pompás ötlet, jó alkalom egy kellemes sétára. Rövid szögdécselés után Fityérc. Szóval rövid szögdécselés után a kuflik odaértek a csalóka csalitoshoz. Vajon miért hívják csalókának? Mert néha megtréfálja az erre járókat, ilyenkor hiába mész emerre, mégis amarra bukkansz ki a túloldalán. Most úgy látom, szerencsénk volt. Mi pont emerre akartunk menni. Doktor furcsa ajtaján egy tábla fogadta őket. Házon kívül vagyok. Kívül? De hol? Nézett körül Titusz. A doktor szabadságon van. Szólalt meg egy közeli csomófán tollászkodó drótlábú haharc. Közelebb a jövő péntek előtti szerdát követő csütörtökön lesz rendelés. Addig nem tudunk várni. Fityécnek súlyos árnyékfurcsulása van.
Melyikőtök is az? Én volnék. Mutatott magára Fityirc. Volnál, vagy az is vagy? Kérdezte a haharc. Én vagyok Fityirc, mondta Fityirc. Érdekes. Én egy cingárom, szürke csíkos kuflira. Emlékszem. Így is van? Nem. Rázta a fejét a madár. A ruhád nagyon hasonló, de te háromszor annyira sem vagy olyan cingár, mint ő. Fityirc kérdőn nézett a többiekre. Úgy érti, hogy az általa ismert Fityirc soványabb, mint te vagy. De hát rajtam kívül nem él más Fityirc az elhagyatott réten. Ez esetben te voltál cingárom, amikor utoljára találkoztatok. Ami azt illeti, mondta. Meglátszik rajtam a téli lustálkodás. Úgy tűnik, meghíztam kicsit. Szerintem itt a megoldás. Nem csak te híztál meg, hanem az árnyékod is. Ezért tűnik olyan furcsának. Akkor most mit tegyek? Szerintem szögdítsej többet. Az árnyékod majd ebben is utánozni fog, amitől majd hamarosan pont olyan vékony lesz, mint régen. Hidd el, a szögdécselés neked is jót tesz majd. Mindannyiunknak, ugrándozott Valér. Akkor rendezzük meg az első koratavaszi árnyékugráló versenyt. Az milyen? Most épp a csalóka csalítós irányába néz az árnyékunk, az győz, akinek az árnyéka először kibukkan a csalítós túloldalán. A drótlábú haharc indította a versenyt. Három! Kettő! Egy! Rajta! A kuflik teljes erőből szögdécselni kezdtek a közeli csalitos felé. Valahol majd csak célba érnek. Kacarászott a haharc. Vagy emerre, vagy amarra, vagy emit, vagy amok. Amiben imígy vagy amúgy, egészen biztosan igaza volt. Atta de jó, itt a dánékom. Egy kupac az elhagyatott réten. Van valahol egy elhagyatott rét. A rét közepén áll egy kupac. Szerény és egyszerű kupac, mint meg annyi más kupac a földkerekén. Vagyis csak majdnem. Mert ebben a kupacban 7 kufli lakik. Zödön, Pofánka, Titus, Hilda, Valér, Béla Bá, meg Fityirc. Így hívják őket. Zödön a legzöldebb, Pofánka a legpirosabb, Titus a legsárgább, Hilda a leglilább, Valér a legkékebb, Béla Bá a legbarnább, Fityirc meg a legszürkébb, mert annak is lennie kell valakinek. Egykoron a kupac üres volt. Nem lakott benne egyetlen kufli sem. Körben a réten dúsan nőtt a vadzab, a vadsóska, a vadspenót, a vadmarcipán, a vadkavics, a vadradír, meg más hasonló növények. Még nem aztán egy éjjel, mikor éppen dühötten süvített a dermesztő északi szél, egy csapat didergő kufli tűnt fel a láthatáron. Valószínűleg túl régóta vándoroltak már ebben a rémes időben. Egyáltalán nem csoda hát, hogy megörültek a kupacnak. Végre volt egy hely, ahol meghúzhatják magukat. Egyikük még néhány száraz faágat is talált, amiből tüzet tudtak rakni. Legalább megsütjük rajta a krumplinkat, gondolták a kuflik. Ez az egy dolog volt náluk, egy jó nagy krumpli, semmi egyéb.
elaludtak, álmukban boldogan kergetőztek a napsütött réten. Reggelre kelve aztán eldöntötték. Nem mennek innen tovább egy tapottat sem, mert ezentúl ez lesz az otthonuk. A kuflik többször is körbeugrálták, és minden oldalról jó alaposan megnézték a kupacot. Mindenhonnan nagyon tetszett nekik. Kiváló kupac, pont nekünk való! Kiáltották boldogan. Rögtön elő is vették a zsebásóikat, hogy munkához lássanak. Ja igen, mert zsebásó is volt náluk, ezt elfelejtettem mondani. Egy kuflinál mindig kell, hogy legyen zsebásó, amivel szükség esetén kufli üreget tud ásni magának. Egy kényelmes kufli üreg körülbelül ekkora. Hiszen nem csak a kuflinak kell elférnie benne, hanem, ha úgy adódik, mindenféle egyéb dolognak is. Azzal dolgozni kezdtek. Eleinte mindannyian egyformán jól haladtak az ásással. Na jó, Zödön egy kicsikét gyorsabban, mert ő volt a legerősebb. Béla bá, meg talán egy icipicit lassabban, mert ő meg a legöregebb volt. Ne ássunk egy kicsit helyetted, kérdezték tőle a többiek. Ugyan már, hová gondoltok? Tiltakozott Béla bá, de azért jól esett neki, hogy megkérdezték. Délutánra járt, mire elkészültek. A kupac tele volt szebbnél szebb kufli üregekkel. A legnagyobbat Zödön ásta, a legkisebbet meg Pofánka. A legkerekebbet Hilda, a legszögletesebbet Titus. A legegyenesebbet Valér, a leggörbébbet Béla bá. Fityircé meg mindegyikére hasonlított egy kicsit. Olyan lett a kupac, mint egy nagy, csupaluk sajt. Már csak az ajtók hiányoztak. Falevélből lehet a legjobb ajtót készíteni egy kufli üreg bejáratára. Na persze, nem mindegy, hogy milyen az a levél. Az se jó, ha túl kicsi, az se jó, ha túl nagy, az se jó, ha túl hullámos, az se jó, ha túl cikcakkos. Ha meg szúrós, na, az végképp nem az igazi. Szerencsére az elhagyatott réten nőtt mindenféle érdekes növény. Így aztán nem csoda, hogy rövid keresés után mindegyik kufli talált olyan levelet, ami pont illett az ürege bejáratára. Még figyelsz is. A mindenit, bólogattak elismerően. Szemrevaló kufli kupac lett, az már biztos. Lassan bealkonyodott. Nagyon szép volt innen az elhagyatott rét. Milyen más így? A saját kupacunkról nézve, gondolták a kuflik. És ebben bizony igazuk volt. Aztán az égen felhunyorogtak a kíváncsi csillagok, mert leszállt az est. Lesz! Ne haragudj, kicsit megfáztam. Álmomban egy kupac fagylaltba ástam kufli üreget. Jó éjszakát, kuflik! Meleg nyári este volt. Mindenki aludt, kivéve a denevéreket, pár éjszakai lámpás kukacot, meg egy holdkóros pelét. Ja, meg Valért és Fityircet. Te sem vagy álmos? Sosem tudok aludni, amikor teli hold van. Ha leoltanánk, talán el tudnánk aludni. Szerintem a holdat nem lehet eloltani. Próba, szerencse! Nézzük meg közelebbről. Hát, ha akad rajta egy kapcsoló, vagy valami efféle. Bőven elég lenne egy létra is.
Titus minap kért kölcsön egy létrát a varázsgombáktól. Remek! Megyek és elkérem tőle. Ilyenkor? Komolyan, éppen most akarsz fölmászni a holdba? Hát most van fent az égen. Azzal már kapaszkodott is felfelé. Miért bámultak? Egy barátunk épp felmászik a holdba. Létrán. Miért? Te talán lifttel mennél? Van egy kis baj, szólalt meg ekkor odafentről Valér. Itt vagyok a létra tetején, de mégsem érem el a holdat. Nyújtózkodjál egy kicsit. Már nem tudok jobban. Mi történik, srácok? Valér szeretné lekapcsolni a holdat, hogy ne világítson, de nem éri el a létre a tetejéről. Aha. Talán tudok segíteni. Próbálja meg a nyakamba állva. Jó ötlet! Na, mi a helyzet? Kérdezte Titus, mikor Valér már zödön nyakában egyensúlyozott. Még mindig hiányzik egy kevés, és most már szédülök is. Ez a hold közelsége miatt lehet, szerintem. Ti meg cirkuszi előadásra készültök. Zödön ilyetében elvesztette az egyensúlyát, a létre megbillent. Eldőlnek! Próbáljuk őket megtartani! Ám hiába. Még jó, hogy ilyen ruganyos ez a kupac. Inkább én vagyok ruganyos. Elárulnátok, hogy mi folyik? Haldotazás. Létrával. Úgy tudom, a holdba repülni szoktak. Pofánkának van egy papírsárkánya. Megyek és felébresztem. Semmit nem értek az egészből. Egyszerű. Valér belekapaszkodik a sárkányba, zödön fogja a madzagját, és elkezd nagyon gyorsan körbeszögdécselni. A sárkány felrepül, és usdi a hold. Így is lett. Valér erősen megfogta a sárkányt, zödön meg kezében a madzaggal, olyan gyorsan kezdett ugrálni a kupac körül, ahogy csak bírt. A sárkány egyszer csak felemelkedett. Forog velem a világ! Ne felejtsd a kapcsolót! Miféle kapcsolót? Valér felrepül a holdba, hogy leoltsa, mert túlságosan világít. Te meg ki vagy? Egy mellékszereplő. De hiszen a hold nem is lámpa. Hogy? Csodálkoztak a kuflik. Akkor meg micsoda? A hold belé nyúl égi lakása. Fura, de így van. Nézzétek, most is ott hegedül, mint minden éjszaka. Hegedül? Nem hallok semmit. Egyedül a tücskök hallják. Ezért énekelnek éjszakánként. Na jó, de hol van Valér? Itt vagyok! Itt lent rajtam. Egy pillanatra elfelejtkeztem a sárkányról. Milyen volt a holdban? Mit láttál ott? Semmi. Sokkal messzebb van, mint gondoltuk. Jaj, nem már! Ásított Pofánka. Amikor nem tudok elaludni, én mindig a tücskök énekét hallgatom. A legjobb altatódal. Hallgassátok csak! Erre a többiek is kíváncsiak lettek. Psszt! A kuflik letelepedtek, és fülelni kezdtek. Tényleg ott van a nyúl? Valóban, bár inkább egy hosszú fülű kuflire hasonlít.
Ezután már nem hallatszott más, csak a tücskök éneke. Aztán meg hét kufli, hangos, horkolás. Megmutassam, hogy a szörtetnőcök is milyen szépen tudnak énekelni. De ez most azt jelenti, hogy nem érdekel.